Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is röviden mai tartalmunkat. Ki használja megújuló energiákat? Tamási. Zetelakáról érkezett a táncegyüttes Magyar Keszire. Az időjárás sem fogott ki a hölgyészi rendezvényen. Nagy törzsű találkozó helyszíne volt Felsőnyék. 40 év után első munkahelyéről vonult nyugdíjba. Több 10 millió forint plusz költséget jelent Tamási város önkormányzatának is az energiaárak emelkedése. Ahogy a település vezetője fogalmazott, ez sokkal nagyobb összeg lenne, ha a város a korábbi években nem tett volna lépéseket az alternatív fűtési rendszerek megvalósítása felé. Mára a város 13 közintézményét geotermiával fűtik. Tamási város önkormányzata évek óta azon munkálkodott, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a természetben megtalálható és folyamatosan megújuló energiaforrásokkal fűtsék a város épületeit. Ahogy a lakosságnak is nagy nehézséget okoz az energiaáremelés, így természetesen az önkormányzatnak is, ahogy számoltunk, biztos, hogy több 10 millió forint plusz kiadás jelent majd az önkormányzat költségvetésének. Ennél többet is jelentene, de azt mondhatom, hogy szerencsére mi az elmúlt időszakban felkészültünk arra, hogy bizonyos tekintetben önellátók legyünk, és a Tamási Zöld Város, ez a logónk, erről nem csak beszélni szeretünk, hanem tettünk is érte. Ahol most vagyunk, az a geotermikus fűtés rendszerünknek az egyik épülete, a visszasajtóló épület. Szerencsére Tamási bőven rendelkezik termálvízzel, nem csak a fürdő üzemeltetéséhez jön jól, hanem egy városi fűtésrendszernek a működtetéséhez is. 2015-ben épült ki ez a termálvízes fűtésrendszer, közel 1000 méter mélyről 47 fokos vizet hozunk a felszínre, amely egy zárt rendszeren keresztül működteti a város, nem az összes, de összesen 13 közintézményét. 13 közintézmény 17 épületét látunk el geotermikus fűtéssel, ami jelen helyzetben, még hogyha ennek is van bizonyos áramdíja, sokkal kedvezőbb, mint hogyha a többszörösére emelkedett gázárat kellene kifizetnünk. A 2015 után felújított épületek, a sportokháza, illetve a zöldpont és civilház nem lettek rákötve a geotermikus fűtés hálózatára, ott más alternatívát találtak erre. Ezeknek az épületeknek a tetejére is napelemet helyeztünk el, illetve az új bölcsőde épületnél ugyanígy jártunk el. Azt is szem előtt tartottuk a fejlesztéseknél, épületfelújításoknál, energetikai rekonstrukcióknál, hogy ahol lehet, ott minden épületnél helyezünk el napelemet. Az egyik legnagyobb napelemes rendszerünk például a művelési központ tetején található, ami például a hivatalnak az áramellátását is jelentős mértékben segíti. De nem csak önkormányzati intézményekről van itt szó, ha visszatérünk akár a geotermikus fűtésre, akár a napelemes rásegítésre, hanem olyan önkormányzati tulajdonú, de nem önkormányzati üzemeltetési épületekről, mint például a járási hivatal, a rendelőintézet, vagy éppen a rendőrkapitányság dolgozik most azon, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni ebben a fűtésrendszerbe, hisz jelen árás szerint fele akkora lesz a költsége jelen gázár mellett, mint a gáznak a piaci ára. Tehát mindenképpen megéri elgondolkodni, és az önkormányzat is felméri azt a lehetőséget, hogyan tudna még intézményeket, önkormányzati és egyéb intézményeket bevonni a geotermikus fűtésrendszerbe, vagy kereskedelmi szolgáltatókat, esetleg társasházakat. Nyilván itt a kapacitásunk véges, de mindenképpen egy cél lenne ez. 47 fokos termálvízről beszéltem. Ez a leghidegebb időszakban, tehát ha mínusz 5 fok alá esik tartósan a hőmérséklet, akkor nem elég. A nagy hideg beköszöntével, mikor mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, más fűtési rendszert is igénybe vesz az önkormányzat. Egy topos forrásból valósították meg azt a rendszert, ami a talajból szivattyúzott termálvizet a megfelelő hőfokra fűti ebben az időszakban. Egy nagy teljesítményű biomassza kazánnal ráfűthetünk erre a rendszerre. Ez faaprítékkal történik. Ha nem fűtünk rá, akkor automatikusan bekapcsol a gáz. Mi ezt a gázt teljesen szeretnénk kiváltani a következő időszakban a faaprítékos fűtéssel. Felmértük azt, hogy milyen erdő
állománya van az önkormányzatnak, ha konkrét erdők nincsenek is, de külterületen vannak olyan fasorok, olyan területek, ahol faaprítékot nyerhetünk, és ez a biomassza kazánnak alapanyagul szolgálhat, és ahol van geotermikus fűtés, ott erre rásegítve az a tervünk, hogy a gáz teljesen ki tudjuk váltani ebben a fűtés és a következő fűtési szezonokban is. A geotermikus fűtés üzemeltetése, tehát jóval kisebb energiaszámlát generál, mint a más hőfejlesztő megoldással fűtené középületeit Tamási város önkormányzata. Tolna megyében több helyen is ismerik a Zetelaki Ezüstfenyő Néptánc Együttest, akik idén is a hagyomány ápolási jegyében érkeztek Magyarországra, Székelyföldről. Az elmúlt 2 évtizedben szinte minden évben visszatérő vendégei több településnek, köztük Magyarkeszinek is. Ebben az évben 19 magyarországi állomáson lépett színpadra a 15 fiatal, akik büszkén álltak a közönség előtt táncaikkal, verseikkel, énekeikkel, hogy megmutassák, számukra is fontos a magyarságuk. A székelyföldi Zetelakáról érkezett hazánkba az Ezüstfenyő Néptánc Együttes, akik országjáró turnéjuk során több tornavegyei települést kerestek fel, köztük Magyarkeszit is, akikkel régre visszanyúlik kapcsolatuk. 5 évvel ezelőtt jelentkeztek be a Zetelaki Ezüstfenyő Tánccsoport. Szokolyon voltak előtte évben, és megkeresett a vezetőjük, hogy esetleg nálunk is szívesen föllépnének. Ilyenkor szállást adunk, étkezést biztosítunk nekik, és holnap mennek tovább másik településre. Ez az én saját szubjektív érzéseim, vagy érzelmem, vagy ragaszkodásom. Sokat jártunk Erdélybe, és még szeretnék is. És valahogy olyan jó őket látni, jó őket hallani, ahogy beszélnek. Ezért szeretjük őket. Az etelakai táncosok műsorát megelőzte a helyi hagyományőrző tábor növendékeinek előadása, akik roma és magyar táncokkal is készültek. Ez a hagyományőrző tábor, ez már több éve hagyomány itt Magyarkeszin. Ugye a faluban laknak roma gyerekek és magyar gyerekek, ezért mind a két kultúrából próbáltuk a hagyományokat feleleveníteni, illetve a gyerekeknek átadni. Ezért is volt ez a két különböző tánc. Tehát egyik, úgy mondhatom, nép megtanulja a másik népnek a tánc. Ez egy pályázat keretében tudott megvalósulni. Kovács Erzsébet a polgármester, illetve a roma önkormányzat elnöke Orsós György együtt összefogva pályáztak erre a tábornak a létrejöttére, és az ebből kapott pénzből a gyerekeket napi 4-szer étkezésben tudtuk biztosítani, illetve különféle programokkal tudtuk őket megismertetni. Az 5 napból 4 napunk, ami alatt ezt az 5 koreográfiát megtanultuk, illetve a 3 romatánccal kiegészülve, és hozzá kell tennem, hogy a romatáncot egy 7. osztályos kislány Orsos Klementina által tanultuk meg, mert hogy ő régen járt roma táncra, és ő tanította meg nekünk, szinte még nekem is, mert nekem is új ez a kultúra. A Magyarkesz ide érkezett székelyföldi vendégeket a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is elkísérte, aki az együttes megyei körútját segíti. Székelyföldről elhozzák a székely gondolatot, székely hagyományokat, beöltözve a szép népviseletben megjelenjenek a településeken. Szerintem ez az identitásunkat, a közös identitásunkat mindenképpen erősíti. Az idén 19 magyarországi települést látogattak meg az etelaki néptáncosok. Magyarkeszire már 5. éve tért vissza a hagyományápoló néptánc együttes, ahol örömmel látták őket vendégül. Az ilyenkor befolyt adományt a következő évi turnéra fordítják, de ahogy a néptáncoktatójuk fogalmazott, a taps az ő fizetségük. Most pillanatnak 15-ön jöttünk, ugyanis a buszköltséget nem tudtuk, a nagyobb buszköltségét kifizetni. Van nekünk a repertoárunkban kisküküllőmenti, sűrű és ritka pontozó leánykörtánc, valamint párostánc, udvarhelyszéki táncrendünk, verbunkos, lassú csárdás, seves, szökös és marosszéki. Akkor van még a moldvai körtáncunk, szatmári táncunk, kalotaszegi táncunk és mezőségi táncunk. Táncaink között szoktunk verseket mondani, meg énekeket énekelni. A zenekar kíséret nélkül van, gépzenéről megy a zenénk, ugyanis a zenekart nem tudnak megfizetni mi pillanatilag. A Székelyföldről érkezett együttes magyarországi fellépése alkalmával arra is próbál időt szakítani, hogy megismerjék a környéket a fiatalok. Sokkal másabb, mint Románia. Nagyon fura nekünk, hogy minden magyarul van,
sokkal jobb érzés az, hogy a boltok polcain is mind magyarul olvassuk az írást. Nagyon jó. Nagyon kedvesek az emberek, sőt a kedvesnek a, nem tudom, a legfelsőbb foka. Tényleg mindenhol nagyon pozitívak hozzánk. Programokkal úgy vagyunk, hogy nem mindig fér össze az előadással, mert nagyon el szoktunk fáradni. A nyári melegben kitettek magukra a táncosok, mint a helyi, mint a vendégfellépők hatalmas sikert adtak magyar kezén. Az időjárás nem mindig kegyes a rendezvényekhez, így volt ez a Hőgyészi Szent István napi vigasságon is, ahol a szervezők kénytelenek voltak mérlegelni, mi az, amit más helyszínen is meg tudnak valósítani a tervezett programok közül, hogy biztonságban tudhassanak mindenkit. A helyi művelődési ház nagy tereit használták ki a kulturális rendezvények lebonyolítására, és a borudvarnak is akadt hely. Hőgyészen a település polgármesterének köszöntő beszéde nyitotta meg a Szent István napi vigasságot, amit az időjárás miatt kénytelenek voltak újra gondolni. Sajnos az időjárás picit közbeszólt. Néztük itt az időjárás jelentést, folyamatosan óránként figyeltük, meg a környező városokat, hogy ők mit lépnek. Szekszár is, ha jól láttuk, akkor ők is lemondták az összes kültéri rendezvényüket, sajnos nekünk is le kellett. Pedig úgy képzeltük el, hogy gyerekeknek is kedveskedünk, légvártól kezdve, fajátékoktól kezdve minden sok dologgal kültéren. Sajnos ez nem jött össze, a főzőverseny szintén kint szerettük volna tartani, 9 vagy 10 csapat jelentkezett, nagyon jó lett volna. Jöttek volna elég nagy közönséggel is természetesen is, és hát sajnos nem mertük bevállalni. Tegnap felállítottuk a sátrakat, a 2 el is rakott a szél, úgyhogy a mai napot így nem mertük sajnos bevállalni. A rendezvényeinket, tehát a fellépőket beinvitáltuk a művelődési házba, és így 3 órától így tudjuk megtartani a rendezvényt. Nagyjából 3 olyan rendezvényünk van, ami nagyobb, pontosabban amióta én vagyok polgármester, azóta 4-et szoktunk tartani, egy a gyereknap, egy nyárnyitó utca már. Az egyik legnagyobb ugye a 20-a, ami teljesen ingyenes, a többi az valamilyen szinten fizetős, a 20-a az teljesen ingyenes, és még ugye szeptember 17-ig lesz talán, ahol be tudjuk pótolni az elmaradt főzőversenytől kezdve a kültéri dolgokat, ez pedig szeptember 17 lesz a búcsú. A tervezett programok közül a borudvar a művelődési ház előterében kapott helyet, ahol többféle nedű közül választhattak a kóstolni vágyók. Fehér, rozé, illetve vörös borokat kóstoltatunk, mindegyikben van többféle, elsősorban ugye Hőgyész az vörösboros vidék, de hál' Istennek egyre több a fehérbor is, és az egyesület tagja is előszeretettel készítik a fehérborokat, és egyre népszerűbb ugye a rozébor is. Ezt hagyományosan kékfrankosból, vagy Cabernet Sauvignonból, illetve Merlotból készítik itt Hőgyészen. Az egyesület gyakorlatilag hát már hosszú ideje fennáll, és hát fiatalok révén azért próbáljuk követni a hagyományokat. Ez egy baráti társaság, nem egy hivatalos szervezet, és jó borokat készítünk, jókat beszélgetünk, jókat kóstolunk, és hát igyekszünk azért a hőgyészi borokat népszerűsíteni az egyesület által. Természetesen minden alkalommal, amikor a községben rendezvény van, akkor próbálunk megjelenni. 20-án, illetve a búcsún mindig kiállunk. A közönség fogyaszthatja a borainkat, szívesen kínáljuk mindenki számára, illetve a téli rendezvények alkalmával szintén meg lehet kóstolni a borokat. A színpadi programok sorát a Mass Dance tánc csoport kezdte, akik pörgős táncaikkal megalapozták az időjárás miatt a művelődési házba szorult rendezvény jó hangulatát. Szekszárban van a központunk, illetve több helyszínen is van a gyerekeknek, az első körben gyerekeknek szól és van oktatás. Most egy ilyen nyári táboros összeválogatást táncoltunk, vagy hát próbáltunk, nehéz ugye nyáron, mert nem nagyon találkozunk, csak a táborokban. Másik csapat pedig a Hőgyészi Freedance, ők pedig felnőttek, nekik március óta vagyok az edzőjük, vagy hát tánctanáruk, vagy nem tudom. Ők is 2014 óta, és amúgy a Mass Dance is 2014 óta van. Nekik volt több tánctanárjuk, csak most éppen elköltözött talán az előző, és akkor én lettem a következő, én kaptam a megtisztelő feladatot. 2 csapat között az a különbség, hogy a gyerekeknél zenékből kis részekre táncolunk, itt meg egész zenékre táncolunk, és próbálunk hozzá öltözéket is választani, egy kicsit a kor szellemét is visszahozzuk, és akkor volt az egyik a táncolj még, az egy kicsit ilyen diszkósabb, meg ilyen bulisabb, a másik meg ez a pöttyös ruha, amiben most is vagyok, az pedig a gríz volt, és hát
sokféle táncunk van, még van footloose, egy kicsit countrysabb, csak most nem hoztunk mindet, mert még jövünk, és szeretnénk majd mással is kedveskedni a hőgyészi csapatnak. A borús augusztusi délutánon a modern táncok sorát a Hőgyészi Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora követte, ami tovább emelte a délután színvonalát. A következő nagyszabású rendezvény, ahol az elmaradt főzőversenyt is igyekeznek pótolni, szeptember 17-én várja majd az érdeklődőket Hőgyészen. Felsőnyéken a szünidő utolsó napjai is tartogattak programokat az iskoláskorú gyermekek számára. A település önkormányzata, a református egyházközséggel és a roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve hirdette meg a Nagytörzsi Találkozó 2022 elnevezésű egyhetes táborát, ami csak minimális anyagi terhet rótt a szülőkre. Különféle vadállatokkal ismerkedhettek az iskoláskorú gyermekek, akik részt vettek a Nagy Törzsi Találkozó 2022 elnevezésű egyhetes napközis táborban. A lehetőséggel a református egyházközség kereste meg a helyi önkormányzatot, akik a roma nemzetiségi önkormányzattal jó kezdeményezésnek tartották és támogatólag álltak mellé. A tábornak a célja az a keresztény értékek és a Biblia tanításának a megismertetése a gyerekekkel, és ezen kívül pedig nyilván igyekszünk például ezzel az állatsimogatóval, meg egyéb más ilyen napközi programokkal is őket foglalkoztatni, meg érdekessé tenni nekik ezt a hetet. Érkeznek hozzánk a hét folyamán íjászok, ugye indián tábor révén, íjászokat is hívtunk a gyerekekhez, Tamásiból szintén az íjász egyesületnek a tagjait, valamint lesz még népi játszóház, ezen kívül pedig a munkatársakkal igyekszünk mindig ilyen mozgós, játékos programokkal is gyerekeket lefoglalni és szórakoztatni. A tábor nem újdonság a környékbeli gyerekek számára, noha a tematika az évről évre új. Általában mi minden éven megrendezzük ezt a tábort a gyülekezetben, mind a három gyülekezetben, ugye én Iregszemcsén is, meg Nagyszokolyon is szolgálok, és a Vasárnapi Iskola Szövetségtől ők szoktak ugye minden éven készíteni ilyen tábori anyagokat gyülekezetek számára, nyári tábori anyagokat segítségképpen kidolgozzák előre, és tulajdonképpen ezzel segítenek a gyülekezeteknek, hogy jó táborokat tudjanak szervezni, és mi is őtőlük vettük át ezt az anyagot. Az indián része abból áll a hétnek, hogy ugye indián fejdíszeket hordunk, indián missziói történeteket hallgatnak a gyerekek. 3000 forintot kértünk hozzájárulást a szülőktől. Ezt igazából nem is az anyagi része miatt, mert nyilván nem ez fedezi az anyagi részét, hanem ilyen módon próbáltuk azokat, akik jelentkeznek, ösztönözni arra, hogy el is jöjjenek a táborba, mert vannak negatív tapasztalatok, hogy ugye jelentkezni a legkönnyebb, aztán meg amikor ott kéne lenni, el kell jönni, el kell hozni esetleg a gyereket, akkor már valami közbe jön mindig. Tehát ezért gondoltuk, hogy egy kis ösztönzés legyen, egy kis anyagi hozzájárulás legyen a szülők részéről is a táborban való részvételhez. 20 körüli gyerek van jelen, ez ugye változó, ingáznak így is azért a gyerekek. Van, aki első nap 14-en indultunk, aztán most ugye 21-22-en vagyunk, tehát növekszünk is azért, hál' Istennek, sokasodunk. A szünidő utolsó napjaiban zajlott tábort az egyházi közösségi programok támogatásán nyert forrásból, valamint az önkormányzati hozzájárulásból finanszírozták a szervezők. Az évek óta megszervezésre kerülő táborban jó kezekben voltak a gyerekek, ahol többszöri étkezést és számos élményt kaptak, többek között az ismerkedést a vadállatokkal. Hoztunk kígyókat, mi egy ilyen túrázó mozgó állatkert vagyunk, nevünk a Túrázó, és az országban mindenhova megyünk, Budapestről jöttünk ide a táborba. A mi alapelvünk, hogy empirikusan megismerjék a gyerekek, hogy kézbe veszik, és rájönnek, hogy ezek a hüllők, ezek nem is félelmetesek. Hoztunk kígyókat, tarantulát, skorpiót,
és két kis csivavát. A kígyókat megfogdossuk, nyakba adjuk így kézről kézbe, ahogy látjátok is, és eloszlatunk egy csomó téveszmét, hogy a pókok se bántanak, és a kígyók se akarnak. A gyerekek azok nagyon, nagyon okosak az összes, főleg ez a generáció. Internet és a tévé ugye teljesen kinyit a világra, nem úgy, mint az én gyerekkoromban, amikor havonta egy David Attenborough film volt, úgyhogy mindent tudnak ezek a gyerekek, nagyon okosakat kérdeztek, mindig meglepődök, de már egyre kevésbé, mindent tudnak. A diákok nagy többsége bátran állt a nem mindennapi állatokhoz, amelyekkel sokan most találkoztak először testközelben, de volt olyan is, akik már rutinosan bántak a hüllőkkel. Nem félek tőle, mert az unokabátyámnak van, és sokszor fogtam, igazából sokszor fogtam. Hát mostanában nem fogtam nagyon, mert nem voltam lenne náluk, de én nem félek tőle. Valaki úgy rajong érte, nagyon szereti, én nagyon szeretem őket, igen. Szeretem őket. Nagyon szépek és szelidek szerintem. Nem tudom, hogy hol a feje. Milyen érzés megfogni? Király! Az állatokkal való ismerkedés mellett a keresztény értékek, az azokkal való ismerkedés is napról napra helyet kapott a táborban. Az elmélyült beszélgetések mellett számos énekkel ismerkedtek meg a gyerekek. A mai világban már nem számít különlegesnek, ha valaki munkahelyet vált. Egy nemzetközi felmérés szerint egy átlagember 5-7-szer teszi ezt meg az élete során, de a Nagykonyi Önkormányzat egyik alkalmazottja 46 évet húzott le első munkahelyén. ...1976 volt az az évszám, amikor Gergály Zoltán letette az érettségit. Akkor még nem gondolta, hogy az a munkahely, ahol fiatal újoncként elkezdi pályafutását, azonos lesz azzal a munkahelyel, ahonnan nyugdíjba vonul. Akkor is volt már egy olyan, mint talán a mostani világban is van, hogy adminisztratív létszámstopp. Talán nem is volt előtte még olyan, és akkor... Itt volt lehetőség annak idején a Nagykonyi Községi Közös Tanácsnál ügyintézői állásra. Aztán, hát akkor még nem kellett pályázat, akkor csak jelentkeztem, aztán fölvettek, és akkor úgy kerültem ide. Aztán azóta itt dolgoztam. Közben a rendszerváltás, az elnevezésváltás, vezetőváltás, minden volt, és akkor most elértem a nyugdíjkorát, és itt fejezem be pályafutásomat. 14 évesen még nehéz volt eldönteni, hogy mi leszek, aztán így adódott, hogy ezt az iskolát elvégeztem, és akkor a pálya meg szintén kötött volt, hogy a létszámstopp miatt, és akkor itt maradtam. Újdonság volt nagyon, mert valójában nem ezt tanultam a középiskolába se, hanem az itteni kollégák mutatták meg, ők tanítottak be, hogy mit kell csinálni. Adóügyi ügyintéző voltam, lakossági adókkal foglalkoztam, akkor többféle adó volt, hát az idősebbek, a korosztályom emlékszik rá, vagy a nálam idősebbek, milyen voltak, ilyen földadó, házadó, boradó, ebadó, annyiféle volt, hogy elég volt nyilvántartani, meg számon tartani, hogy mindegyiket hogyan kell kezelni. Aztán abba beletanultam, közben ugye a mellette a közigazgatási részt is, ami az akkori tanácsrendszer meg a közigazgatás felépítésével kapcsolatos dolgokat, aztán így itt maradtam. A 46 éves pályafutását adóügyi ügyintézőként kezdte meg a Nagykonyi Önkormányzatnál, de a változások miatt más feladatok vártak rá az évek elmúlásával. A rendszerváltáskor egy csomó lakossági adót eltörölt a jogszabály, és akkor kerültem gyámügyi ügyintézői munkakörbe. Akkor nagyon sok minden jegyzői hatáskörbe került, amit most a járási hivatal lát el, meg akkor a körzetközponti jegyző, a Tamási lát, később az látta el. Úgyhogy nagyon sok mindent csináltam, ami nagyon sok újdonság volt.
ilyen intézetbevételtől kezdve védelembevételig nagyon sok és kemény volt összeszedni, beletanulni ezekbe az ügyekbe, hogy meg tudjam oldani. A több mint 4 évtized alatt a munkahelyváltás gondolata nem volt olyan erős, hogy azt tettek kövessék. A kihívásokból viszont sosem volt hiány. Bizonytalan voltam, hogy hát ha nem tudom megállni ott a helyemet, és akkor visszaút már nincs, mert ezt az állást akkor betöltik, és akkor nekem gondom lesz, hogy hogyan tovább. Ez a gyámügyes rész azért itt az emberek életébe bele szólni, amikor egy pár gyereket kiemeltünk a családból, azért az egy kicsit nehéz volt. Nehéz volt azt kimondani, hogy na most a gyereket fogjuk, és akkor beütetjük az autóba, kiemeljük a családból. A 46 év rutinszerű munkanapjait most felváltja a nyugdíjas élet. Biztos, hogy nagyon furcsa lesz, hogy én osztom be az időmet. Azt csinálok, amit akarok szinte a napokkal, nem kell jönni. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!